egy magzat a köldökzsinoron keresztül össze van kötve az anyjával. És nem csak a kortizolt, a stressz hormont érzi meg, hanem mindent. A függőség az tulajdonképpen kényszerbetegség és megszállottság. A megszállottság azért ott már démonikus. Amíg a szülők bármiféle segítséget nyújtanak ehhez, addig tulajdonképpen a szerhasználathoz asszisztálnak. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A mai interjúalanyom, vendégem szerintem egy pár évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy ő egy televíziós stúdiójában fog mesélni arról, ami megtörtént vele, amit az Isten tett vele. Köszöntelek téged a stúdióban, Zeller Péter a mai vendégem. Megpróbálunk az életeden, ami történt veled fél órában végig szaladni, ez egy nagy kihívás lesz, de majd Isten ezt kézben tartja, bízok benne. Honnan kezdjük a sztoridat, mit javasolsz? Hát először is én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nézőket, téged is, András, köszönöm a felkérést. Mindig szívesen beszélek Isten munkájáról az életemben, úgyhogy bárhonnan elindíthatjuk, úgyis ő lesz a középpontban. Ezt most tudtam meg, hogy akkor a neurotikban te benne voltál, ugyanúgy a Magyar Tamással együtt. Valamiért ez nekem nem esett le eddig. Ez pontosan mikor indult? Mi egy osztályba jártunk a gimnáziumban, a Toldi gimnáziumban, 78-tól 83-ig, az utolsó évet ő már máshol végezte, és a gimnáziumi évek során alapította meg a Tamás a Neurotik zenekart, és én az egyik tagja voltam, mint mellékszereplő, vagy másodhegedűs, vagy mint bohóc mellette, ami nem volt nekem nehéz. Vagy hogyha szebb kifejezést akarok használni, akkor vokalista. Ugyanis nincs hangom. Aha. Nincs ének hangom. És akkor ez elindult 80-as évek elején, ugye? Igen, a 70-es évek végén inkább. Oké. És abban az életben akkor rögtön elkezdtél, hát ugye előrevetítem azt, hogy mi jött később az életedben, ugye a szerhasználat lett az, ami kisiklatta akkor az életedet, ez a rögtön az elején már ott volt, vagy pedig fokozatosan lassan csúsztál bele? Hát ez szerintem mindenkinél fokozatosan lassan történik a belecsúszás. Mármint amikor elhatalmasodik a droghasználat valakinek az életébe. De abban a szubkultúrában és abban a zenével foglalkozó, művészettel foglalkozó baráti közösségben, ez ott már jelen volt. Jelen volt az alkohol, jelen volt. Magyarországon még nem nagyon volt ismert akkoriban, a most már közismerté vált klasszikus drogok közül akár a fű, a speed, ugye a spuri, az amfetamin. De bizonyos formája megvolt akkor is, például a fogyasztószerekben volt amfetamin származék, és mi ezekhez jutottunk akkor hozzá. De a fű már jelen volt. Egyébként zenészként ez magától értetődő, hogy minden buliban vagy buli után találkozol egy olyan emberrel, vagy egy olyan utóbuliban, ahol ilyen szerek ott vannak, és így kísértenek téged? Ez egy nagyon jó kérdés vagy felvetés, mert az addiktológiai tudomány mai állása szerint, tudom, hogy több vélemény van ütköztetve, vannak ellenvélemények is, elolvasok minden szemszögöt megvizsgálva bizonyos cikkeket, de például a fű az így köztudottan, legalábbis akkoriban mi azt éreztük és úgy is gondoltuk, hogy a kreativitást növeli. Ihletet ad, blontja a blokkokat, a gátlásokat, ugye? Tágít. És nemrégiben megjelent egy cikk a Drug Reporterben, hogy a fű nemhogy növeli a kreativitást, hanem csökkenti a kreativitást. És ezzel én egyetértek egyébként. Én elég sokáig használtam a klasszikus értelemben vett füvet, de aztán a biofüvet is, mikor bejött. És mivel ezzel foglalkozom,
Amire majd még kitérünk nyilván, ahogy haladunk előre. Igen. Hogy azért a fűnek, a THC-nek a hatásmechanizmusa, ami nálam is megfigyelhető volt, hogy éppen azt az érzést erősíti föl, ami bennünk van. Tehát ha én éhes vagyok, akkor kirámolom a hűtőszekrényt, ha zenét hallgatok, akkor az a legjobb szám a világon, másnap meghallgatom több gagyi zene, ha szexelek, akkor az a legnagyobb élvezetem, másnap azt sem tudom, hogy ki az a nő mellettem. Szóval mindig azt az érzést erősíti föl, vagy ha olvasok, akkor le nem tudom rakni a könyvet, másnap pedig azt se tudom, hogy mit olvastam, egyáltalán nem érdekel. Viszont hogyha olyan állapotban vagyok, hogy paranoiás, és velem ez előfordult egészen korán, még 20 évesen, akkor talán egy-két éve használhattam füvet, és a baráti társaságban, a legjobb baráti társaságban, a Fiatal Művészek Klubjában ültünk a barátainkkal, ott volt a Pajor Tamás is, a Ruf Tibi is, akár a Sugár András, és azokkal a barátaimmal, akikkel a legjobb volt a bizalmi kapcsolatom, a legőszintébb és mélyebb volt a barátságom, mégis, mikor elszívtunk egy füves cigit, nekem az ugrott be, hogy a legjobb barátaim összesúgnak a hátam mögött. És ilyen üldözési mániám volt, és kiközösítettek, és mi a bajuk velem, de persze nem mertem megkérdezni. És amikor ez a paranoia bekapcsol a fű hatására, akkor ez megmarad. És mivel ezzel foglalkozom, és a klienseim többségénél is ezt figyelhető meg, hogy a fű azért nagyon nagy mértékben paranoiát okoz, én nem teszek különbséget egyébként kemény vagy könnyű drog között, ugyanis van olyan ismerősöm, barátom, aki a fűn úgy rajta ragadt, hogy azóta se tudott kihozonodni belőle. De ugye te tovább mentél ebben, ugye nem állt meg itt a szerhasználat. Azt hadd kérdezzem meg, hogy a családod azt próbálta visszatartani, vagy volt-e olyan ember, aki hatott akkor rád? Ezt azért kérdezem, már hogy ilyen visszahúzó erővel, mert hogy képzelje el mondjuk, nem kell kipróbálni senkinek, de hogy képzelje el egy néző, aki soha életében nem használt ilyen szert, hogy az milyen hatással, milyen erővel, milyen hatalommal bír? Volt valaki, nagyon aki tudott? Nagyon nagy hatalommal bír, és jó, hogy hozzátetted, hogy visszahúzó erővel, mert hatottak rám általában, akik szintén használtak valamilyen drogot, azok felé húztam, azoknak a társaságát kerestem, mert ez minden esetben is van. És a tiszták, a családod, a barátaid, akik ebben nem voltak benne, ők mennyire tudtak téged visszatartani? Az igazság, hogy ez egy családi betegség. Még hogyha nem is kerül ez a felszínre, tehát rejtve marad, vagy titokban marad. Egyébként megfigyelhető, hogy a környezet, a családi környezet sokkal hamarabb észreveszi, mint azt mi hiszük, a használatot. Persze megvoltak a magyarázkodásaim, a kifogásaim, az ürügykereséseim. Például a családomban először, ami az első ilyen lebukás vagy kiderülés volt, a nők lapjában megjelent egy cikk, hogy éjszaka fönn van, nappal alszik, beleesik a feje a levesbe, és nekem pont akkor egy ilyen vasárnapi közös ebédelés alkalmával, még a másnaposságom vagy a sztondulásom miatt pont ez fordult elő. És akkor édesanyám megjelent egy nőklapjával, akkor most ez van, de még akkor is egy szülő általában tagadja. És mivel ez egy családi betegség, és az egész család szenved tőle. Uh-huh. Ja, ilyen értelemben, igen. Uh-huh. Talán több fájdalmat és szenvedést okozunk a családtagoknak, mint önmagunknak. Bár a felépülési programban benne van az, hogy a legtöbb kárt a lassú önpusztításunkkal nem is magunknak okoztuk. Ahogy te csúsztál bele ebbe, majd még kérlek egy-két dolgot, de csak azért részletez, vagy mondja a mélyebb szakaszokról, hogy mibe mentél bele, hogy aztán értsük és rácsodálkozunk arra, hogy honnan hozott ki téged az Isten. De hogy ilyenkor te pontosan tudtad, hogy hova mész, hova tartasz, mibe csúszol bele?
Ha megengeded, András, én visszakanyarodnék a születésem előtti időszakra. Ugyanis nagyon fontos, hogy magzati korban mi történik egy magzattal. Ott is lehet sérülni, ott is lehet traumákat megélni, és mint addiktológiai szakember én ezzel foglalkozom, és egy múlt feltárás során a klienseimmel is visszamegyünk, akár a magzati korra. Nagyon fontos hogyan? Részek történnek ott az ember fejlődésében, emlékezzet szinten, úgyhogy ha van kitől megkérdeznie, hogy volt-e konfliktus, volt-e veszekedés, volt-e bántalmazás, akár verbális agresszió, akár fizikai agresszió, volt-e megcsalás. Mert egy magzat a köldökzsinoron keresztül össze van kötve az anyjával. És nem csak a kortizolt, a stressz hormont érzi meg, hanem mindent. Azt is, hogyha békességben, nyugalomban, szeretetben történik a magzati kor, azt is, hogyha nem. És ez kihatással van egy magzatra. És ha ez nem, nincs ideális egyébként, de ha nem az ideálishoz legközelebb történik, akkor azért ez hatással van a magzatra. A következő ilyen fázis, amit meg szoktunk vizsgálni, az a születés. De ezt, bocsánat, ezt azért mondod most, mert a te történeted, kálváriád ott kezdődött. Igen, részben. Nekem ez egyfajta magyarázat, hogy nem volt ideális a magzati kor az én esetemben, sőt, még a születés sem, mert én utolsó pillanatban oxigénhiányosan jöttem a világra, mert a köldökzsinor a nyakam köré tekeredett. És egy nagy vöröses lilás fejjel jöttem a világra, és ez nekem egyfajta magyarázat, hogy már akkor a halál szelleme volt rajtam, és mivel nem az első normális és ideális életben maradási megküzdési stratégia történt nálam, amikor ugye a szülőcsatornán keresztül jön ki egy gyerek, és normálisan, hanem mondjuk épp, hogy megszületik, mert a köldökzsinor a nyaka köré tekeredett, és oxigénhiányosan. Ezért szerintem érthető, hogy kialakulnak ilyen alapvető gyerekkori életérzések, mint például az elvetettség. Ugye magában a szóban is benne van, hogy el akarták vetetni, vagy nem kívánt gyermek volt, vagy akár dohányzott az anyuka, vagy akár ivott az anyuka. Ha például ivott és nem rakta le az alkoholt, akkor alkoholelvonásban fog születni. Ha nem rakta le a cigit, akkor nikotinelvonásban fog születni. Például nekem vannak olyan barátaim, meg klienseim is, akiknek az anyukája tök legálisan kapott fájdalomcsillapítót, de opiát származékot, és ezért ő opiát elvonásban született, és sajnos az inkubátorban, a koponyájában be van kötve a tű, és azon keresztül kapja akár a mesterséges opiát származékot, a metadont. Tehát ő már függőként születik. És ilyenkor soha nem a szülőket hibáztatjuk, mint ahogy nálam sem, hiszen édesanyám nem tehet róla, hogy utolsó pillanatban oxigénhiányosan jöttem a világra. Az azért az hangsúlyoznám, hogy soha nem a szülőket hibáztatjuk, hiszen nem feltételezzük azt, hogy ez egy gonoszság volt, vagy egy direkt cselekedet volt. Ők is mintát követtek, ők is a lehető, tőlük tehető lehető legjobban neveltek minket, de azért ezek a gyerekkori életérzések, amikor kialakulnak akár az elvetettség, akár a mellőzöttség, akár az alkalmatlanság, a kisebb rendűségi komplexus, az alacsony önértékelés, alacsony önbecsülés, szeretethiány, kívülállóság, akkor ez általában átcsap egy kompenzálásba, amiből kialakul a megfelelési kényszer és a bizonyítási vágy. És azért fontos ezeket ismerni és tudni, mert ezen keresztül magadat is jobban látod, és valahol talán meg is érted, hogy miért fordultál a szerekhez. Pontosan, ez az önismeret része, és ha valaki rendelkezik önismerettel, és bátor,
és szembe mer nézni önmagával, és ezeket a fájdalmas gyerekkori múltbéli emlékeket föltárja, akár segítséggel, mert hogy vannak információi, mert hallott a szüleitől róla, akkor fel tudja dolgozni ezeket a gyerekkori traumákat. Ugye a trauma az egy görög szó, az sebet jelent, ezeket a gyerekkori sebeket fel tudja dolgozni, és szerintem az, hogy ki milyen drogot használt, és mennyi ideig használta, és mennyit használt, az csak abból a szempontból fontos, hogy mennyire tudta tönkretenni az egészségi állapotát, a mentális, pszichés állapotát, vagy a szellemi állapotát, mert a szelleme mindenkinek egészséges. Az emberi antropológiában én ezt tanultam. De az, hogy miért használt, hogy miért kell neki innia, hogy miért piál, hogy miért drogozik, az sokkal fontosabb, hogy az okot megtalálni. Hova jutatott el téged ez, hogy aztán rá tudjunk kanyarodni a megváltásra és a lényegre? Hova juttattak el a drogok, és nem csak drogok, a szerek téged? Hát, amit így drogkarriernek szoktak hívni, azt a pályát én végig szerintem betöltöttem. Nem vagyok rá büszke, de ugye még egy választ mondanék az előző kérdésedre, hogy a szüleim mennyire voltak visszatartó erők. Az a helyzet, hogy amíg a szülők bármiféle segítséget nyújtanak ehhez, addig tulajdonképpen a szerhasználathoz asszisztálnak, ahhoz nyújtanak segítséget, és a szerhasználat lassú önpusztítás, vagy öngyilkosság, és nagyon nehezen értik meg a szülők azt, hogy mi a kemény szeretet. És ez nagyon fontos a kezelésben, a kemény szeretet, hiszen a kemény szeretet nem embertelenség, nem szívtelenség, nem kegyetlenség, hanem pontosan az, ami működik. Ígérem, ide ki fogunk térni, meg tényleg ki fogunk, mert hogy hát csak ez a lényeg, és szeretnék majd a beszélgetésünk keresztül szólni szerhasználókhoz is, ha véletlenül látják, vagy rokonaikhoz, családtagjaikhoz. Szóval, hogy csak olyan pőrén, naturálisan, de elmondanád, hogy hova kerültél. Mi az, amit ígért a drog, és mi az, amit adott? Mivel én szenvedtem már gyerekként is, ezért kialakult egy ilyen UFO életérzés, a szorongástól, a félelemtől, az alaptalan félelemtől, és én ilyen másnak, meg kívülállónak képzeltem magam, ezért úgy gondoltam, hogy nekem adósom a világ, és én bármit megtehetek, csak hogy ne szenvedjek. Ez kezdődött ilyen családmodell szerepeknek a fölvevésével, ugye van a családban az elveszett gyerek, a bűnbak, a bohóc és a fekete bárány, ezeket a szerepeket fölvetem, hogy a figyelem központjában legyek, hogy megkapjam a szeretetet. A szeretet morzsákért bármire képes voltam, és így nőttem föl, és amikor találkoztam egészen korán, most már sokkal korábban találkoztam, 16 évesen az alkohollal, akkor egy ilyen aha élményem volt tőlem, mintha kinyitottak volna egy ajtót, megérkeztem a világba, nem kell többé szorongalom, nem kell többé félnem, és akkor ehhez kapcsolódtak utána a zenei pályafutásom során akár a fű, akár a fogyasztószerek, akár a speed, aztán belépett a képbe a heroin, és akkor ebből lett egy 30 év masszív és kőkemény droghasználat és önpusztítás, ami nem maradt következmények nélkül, lettek betegségeim, fertőző hepatitis C gyulladás, a designer drogoktól majdnem levágták a lábam, mert tátongó nyílt sebeken keresztül lehetett látni a sípcsontomat, akkor a mértéktelen piálásom miatt két gyomorfekélyem lett, ami majdnem kilukadt, akkor az összes droghasználattól 4900 lett a gamma GT-m, ami többszörös a halálosnak. Hát nem igen, tudom, 1000 fölött már halálos, és ezeket azért mondom el, mert egyáltalán nem vagyok rá büszke, csak hogy ezekből úgy az orvostudomány szerint sem nagyon van visszaút vagy helyreállás. Neked az ötszöröse volt a halálos dózisnak? Többszöröse. Hát ötszörös, mert 4900. 4900, 50 fölött már betegség, kóros. Már kóros, igen.
100 fölött már azért különböző kezeléseket javasolnak, 1000 fölött már úgy nagyjából halálos. Persze a máj az egyetlen olyan szerv, ami nagyon gyorsan regenerálódik, meg a szervhasználat azért toleranciával is jár, tehát kitolódik a tolerancia szint, de azért a 4900 egy elég súlyos érték, igen. Azt akarom kérdezni, hogy amikor ez történt, akkor te közben élted az életedet, vagy ez volt az életed? Párhuzamosan éltem, egy ilyen kettős, meghasonlott életet éltem, mert a szerhasználat végigkísérte az életemet, tulajdonképpen rejtve vagy titokban szerettem volna tartani, nem mindig jött ez össze, nem mindig sikerült, de azért én építettem egy életet. És ez nagyon fontos üzenet lehet egyébként a nézőknek vagy a hallgatóknak, hogy lehet úgy felépíteni egy életet, hogy nekem volt egy GMK-m, aztán lett egy KFT-m, aztán lett egy kereskedelmi vállalatom, aztán lett egy nemzetközi kereskedelmi vállalatom. Éltem olyan életszínvonalon, hogy volt saját lakásom, a kvelléből rendeztem be, benne volt a lakáskultúra a közepébe egy 4 oldalas cikkbe, aztán volt annyi pénzem, hogy vegyek olyan kocsikat, amik talán mai napig megfordulnának az utcán, aztán elkezdtem sportolni, a vízisíben elég jó voltam, én voltam Magyarországon az első, aki mezitláb tudott síelni, ugye Jézusról tudjuk, hogy járt a vizen, én meg 65-tel száguldoztam, de azért járni nehezebb. És főleg kötélbe kapaszkodva. Igen, ez csak a poén része volt, de ez a meghasonlott kettő lelkűség, vagy kettő szívűség, ez ott volt, és tudod, azért az egómnak jót tett, amikor az üzletemben barátaim mondták, hogy ha nekem gyerekem lesz Péter, akkor úgy szeretném nevelni, mint téged. És akkor azért a lelkiismeretem szólt, hogy hoppá, hát én ezt hogy értem el? Hát folyamatosan dolgozom, csak ezt titokban szeretném tartani. Szóval volt ez a kettősség. De aztán ez összeomlott, és ezeket ugye nem tudtad megtartani, elvesztetted, az... Annyira... Hogy fordult át? Annyira összeomlott, hogy mindent el kellett veszítenem. Jóformán az életemet is. De ugye egy ideig már, ami az anyagi javakat illeti, vagy érinti, fölfelé mentél, mi volt az átbukás? Ott mi történt? A szerhasználatról mondjuk azt, vagy a drogozásról, az addiktológiai szakma véleménye szerint, hogy progresszív előrehaladó, krónikus gyógyíthatatlan, de tünetmentesen tartható. És ez a progresszív előrehaladó szerhasználat nekem, meg hogy megszállottság. A függőség az tulajdonképpen kényszerbetegség és megszállottság. A megszállottság azért ott már démonikus, tehát emberi erővel igazából nem nagyon lehet harcolni érte, vagy ellene, de olyan nagy mértékben vett át a szerepet, és az irányítást az életemben, hogy tulajdonképpen fokozatosan mindent el kellett veszítenem. Tehát az önpusztításnak az a mértéktelen foka, ami nem csak az egészségi állapotomat, meg az egzisztenciámat, meg az anyagi helyzetemet tettem tönkre, hanem a kapcsolatrendszereimet is. Családod akkor volt? És akkor elhagyott. Feleség? Élettársam volt. Élettársad. És van egy lányom, aki most 33 éves, de újra rendeződött a kapcsolatunk. De akkor tulajdonképpen én menthetetlen voltam. Mindenki elfordult tőlem. Magyarországon talán, ez egy jó kérdés, hogy ezzel... te fordultál el tőle, hogy ők fordultak el tőled, vagy ugye te fordultál el őtőlük? Ez egy jó kérdés. Ez arra is érvényes, amikor azt szoktam mondani régebben, hogy kirúgtak a kórházakból, ahol addiktológiai kezelés van. Kirakadtad magad? Pontosan. Kirúgtak a hajléktalan szálakról, ahol laktam, és erre pontosan egy hajléktalan szálonak a vezetője mondta azt, hogy Péter, nem mi rúgtunk ki, a szabályszegéseid miatt te zártad ki magad. Kiprovokáltad. Az együttműködés hiánya nélkül. Szóval hajléktalan lettél. Igen. 7 évvel ezelőtt csont és bőr voltam. Nekem nem nulláról indult újra az életem, hanem mínuszból. Mert tartozásaim voltak, hiteleim voltak, rendőrségi ügyeim voltak, fogatlan voltam, kopasz voltam, az utcán éltem, vagy hajléktalan szállókon próbáltam, de onnan is
mindenhonnan kizárattam magam, most már így fogalmazok, most már tudok ezen mosolyogni, de akkor ez elég szörnyű volt. Ez hány hely volt? Hány szálló? A budapesti szállók összességéről ki voltam tiltva, a kórházakból ki voltam tiltva, a pszichiátriákról és az addiktológiai osztályokról, és ott voltam teljesen kétségbe esett állapotban. Még az utolsó kapcsolatom egy dillerrel megmaradt, és Békésmegyeren befogadott a lakásába, akkor kimentem a Spárba lopni egy vodkát, egy üveg vodkát, már azt se fogadta be a szervezetem, és ez hány éve csont volt? És bőrként, ez 7 éve. Ez most 7 évvel ezelőtt, tehát 2016. 2015, igen. 2016. Mi tartott? Ki tartott életben? Úgyhogy akkor egy óravaló járókelő megsajnált és kihívta a mentőket, és akkor a mentőorvos kiszállt, és azt mondta, hogy egy Lukas Garast nem adnék az életéért. Egyetlen egy kórház volt, aki még fogadott, a Merényi Kórház. És abban az isteni szerencsében volt részem, hogy az a doktornőm, a Várda Ágnes, aki a Lipoton kezdte az én kezelésemet, és végigkísérte az úgymond drogkarrieremet, vagy pályafutásomat, kezelt több helyen. Ő volt bent akkor ügyeletben, és mondta, hogy hát látott engem már súlyosan leépült állapotban, de ezt a szörnyűséget még soha. És akkor ott történt egy gyógyszeres kezelés, egy infúzió, egy 6 hetes kórházi kezelés, és a Pajor Tamás barátom jött belátogatni, és mondta, hogy Peti, most látom először életedbe azt, hogy életben akarsz maradni. És akkor elintéztünk közösen. Persze máshogy akarsz életben maradni. Hát, hogy egyáltalán életben akarok maradni, mert mi azért összefutottunk többször is, ez alatt a 30 év alatt, és nagyon fontos, hogy azért a barátaim megtértek, helyreállt az életük, megnősültek, lettek gyerekeik, lett egzisztenciájuk, és a gyülekezetben egyre nagyobb szolgálatokat vállaltak. És én ezt távolról így nyomon kísértem, és nem értettem, egy ilyen szent irítség volt bennem, hogy ezt nem lehet álszent módjára, képmutató hozzáállással, megfelelésből csinálni, hogy épül az életük, mellett a gyülekezetben is egyre nagyobb a szolgálatuk, és közben meg mi lehet az, ami nekik van, és nekem nincs. Nem gondoltad, hogy az, amit látsz, az Isten, hanem azt gondoltad, hogy vagy hátul ügyeskedni. Igen, csak az Istennek az egyik tulajdonsága. Azt sejtem, hogy sem erről a tulajdonságáról, sem a felépülésedről, a megtérésedről a maradék 3 percben már nem tudnánk beszélni, vagy hát nem tudnád kifejteni. Úgyhogy én úgy látom, hogy itt helye van egy második beszélgetésnek, egy második résznek, úgyhogy mit szólsz ahhoz, hogy ezt folytatjuk, majd megbeszéljük, hogy mikor. Jó, mert most 3 percet ne adjunk. Ha Isten is úgy akarja, és élünk. Igen. Jó, úgyhogy akkor innen folytatjuk. Akkor nagyon szívesen. Oké. Okay. Eddig jutottunk, egyrészt terveztünk, 2 lett belőle, valószínűleg az Isten akarta így, úgyhogy kedves nézők, tartsanak velünk a következő részben is, amikor Péter elmeséli majd azt, hogy hogyan fordította meg az életét Isten. Isten áldja Önöket, a viszontlátásra! Kérünk, mert szükségünk van rá, hogy kérjünk. És azért is kérünk, mert hisszük, hogy az Isten munkájára kérünk. Novák András vagyok, a Pax Televízió műsorvezetője, riportere. Műsoraim készítésével az a vágyam, hogy Önökben megerősödjön, hogy aki Istenben él, és akiben ott él az Isten, az hatalmasabb és erősebb mindennél és mindenkinél. Remélem, hogy műsoraim áldást jelentenek az Önök számára. Ezért kérem, hogyha tehetik, támogassák a Pax Televíziót, hogy minél több ilyen műsor, riport készülhessen. Köszönöm szépen figyelmüket, Isten áldja Önöket!